Sziasztok! Én Fajna Nóra vagyok, Károly is alumna. 2010 és 2015 között jártam az egyetemre, első körben magyar alapszak és nyelvmentor szakirányon, utána pedig terminológia mesterszakon végeztem, jelenleg pedig tudománykommunikációs szakértőként dolgozom. Részben ez a kutatási témám, ebből írom a disszertációmat, egész pontosan abból, hogy az információs társadalom és az új média milyen változásokat hozott a tudománykommunikáció számára. Áltudományos tartalmakat elemzek, elsősorban nyelvészeti és kommunikációs aspektusból, és az egésznek az outputja, a fő mondani valója az, hogy hogyan lehet hatékonyan művelni a tudománykommunikációt napjainkban, és a gyakorlatban is ezt csinálom, kommunikációs terveket, ajánlásokat fogalmazok meg ebben a témában, segédanyagokat, tananyagokat készítek, de magam is végzek tudományos ismeretterjesztő munkákat. Az egyetemről kikerülve foglalkoztam azért más dolgokkal, voltak más feladataim is, ezek között van olyan, ami azért időről időre visszaköszön, ilyen például a lektorálás, szerkesztés vagy az oktatás, dolgoztam tehetséggondozó intézményben, szintén kommunikációsként, képzési programvezetőjeként, tanítottam elsősorban íráskészségfejlesztés kurzust, úgyhogy én az egyetemen tanultakat azért jelentős részben tudom alkalmazni a munkám során, hogy a lektorálás, szerkesztés, kommunikációs feladatok végzésekor nagyon jól jön egy nyelvészeti végzettség, és kifejezetten a tudománykommunikációban a terminológiai ismeretek is hasznomra vannak. Részben azért, mert a kutatásomban is egy fontos aspektus annak a vizsgálata, hogy a szaknyelvvel, a szakmai kommunikációval, vagy ennek a mímelésével hogyan lehet befolyásolni, hogyan lehet esetleg visszaélni, de a gyakorlatban olyan szempontból is egy fontos kérdés, hogy amikor mondjuk egy adott tudományos tartalmat, vagy egy tudományos információt szeretnénk megfogalmazni különböző csatornákon, különböző célközönségeknek és különböző eszközökkel, akkor ugye folyamatosan mérlegelni kell, hogy a tartalomnak a nyelvét, a tartalomnak a terminológiáját hogyan lehet átültetni egy teljesen más kontextusba úgy, hogy a tartalom attól még értelmes és érthető maradjon. Szóval elég színes a szakmai életem, amit imádok. Nagyon sok a pörgés, folyamatosan új embereket ismerek meg, folyamatosan új témákkal, területekkel találkozom, és nagyon sokat tanulok, de természetesen vannak olyan időszakok, amikor sokkal inkább az olvasási és az írási, a főszerep nem pedig a beszélési és a beszélgetéseké, ezeket a nyugodtabb időszakokat is szeretem. Az, hogy mi kifejezetten nehézség vagy kihívása a munkám során, ez kicsit nehéz úgy nagy általánosságban összeszedni, hiszen nagyon függ attól, hogy éppen milyen feladatom, milyen projekten dolgozom, illetve kikkel. Két dolgot tudnék kiemelni, ami eszembe jutott, mint esetleg nehézség. Az egyik az, hogy ez teljesen természetes, hogyha egy adott projekten több különböző ember dolgozik együtt, akkor az lehet például konfliktus forrás, hogy hogyan tudjuk a különböző álláspontokat, különböző nézőpontokat összehangolni. Nyilván ez nem csak az én területemen, vagy nem csak az én munkámban van így. A másik, ami ha nem is kihívás, de azért sokszor nehézség tud lenni, hogy a munkaidőt, a szabadidőt, vagy a munkát, magánéletet hogyan lehet kicsit külön választani egymástól, mert amikor az embernek a munkája tulajdonképpen az, hogy gondolkodik, hogy kreatív, hogy beszélget emberekkel, hogy találkozik emberekkel, folyamatosan leköti az agyát, akkor igazából mindig dolgozik, vagy bármikor dolgozhat, és ez tud azért nehézséget okozni. Mindezek ellenére arra a kérdésre, hogy hol látom magam 10 év múlva, nagyon remélem, hogy pontosan ugyanitt leszek, és hasonló dolgokkal fogok foglalkozni. Zárásként pedig, hogy mit üzennék a jelenlegi és a jövőbeli hallgatóknak. Az, ami miatt én pozitívan emlékszem vissza az egyetemre, azt nagyon nagyban meghatározza, hogy mindig volt egy olyan személyesség, ami miatt hallgatóként nem éreztük azt, hogy mi csak egy
random Neptunk úgy lennénk a rendszerbe, tehát volt egy olyan közösség érzet, ami miatt én nagyon örülök, hogy az egyetem most ilyen aktívan foglalkozik az alumni kiépítésével, illetve megtartásával, mert az, hogy van egy egyetemi közösség, hogy van egy kapcsolatrendszer, ez nem csak az egyetemnek egy óriási erőforrás, hanem az egykori, a jelenlegi és a jövőbeli hallgatóknak is. Úgyhogy ha bármit megfogalmazhatok üzenetként, az lenne, hogy kezdjétek el mindenképpen az egyetemi évek alatt, természetesen a kemény tanulás mellett már kiépíteni a leendő szakmai kapcsolataitokat, a hallgatótársakkal, tanárokkal, alumnival, a konferenciákon, a szakmai gyakorlatokon, használjátok ki a külföldi tanulmányi lehetőségeket, és építsétek ki tényleg azt a kapcsolati hálót, aminek nagyon nagy hasznát fogjátok tudni venni, amikor elkezditek majd a pályátokat.